Sziasztok! Innen jelentkezünk az őszi kultúrhétről a KCSK-ból. Az ELTE hallgatói különböző előadásokon vehettek részt. Nézzük, hogy mik voltak ezek! Kultúrhét, ez egy fél évente megrendezett kulturális program itt a Körösi Csoma Sándor kollégiumban. Ez az ELTE-nek az egyik legnagyobb kollégiuma, és úgy vettük észre, hogy van igény az ilyen kulturális programokra. Ez régebben egyébként csak egy évente volt, pár éve lett fél éves ez a programsorozat. Programokat próbáljuk úgy összeállítani, hogy minden tudományágat érintsünk, tehát akik itt laknak, itt minden karról laknak, és hogy mindenki találjon magának megfelelő programot. Így mindig próbáljunk egy kis természettudományos, bölcsész témájú dolgokat, pszichológia az mindig van, az egyébként a pszichológia témájú előadások mindig a legnépszerűbbek, illetve mindig próbálunk hozni valami nagyobb nevet is, mint most például Puskás Petit, amit talán úgy jobban megszólítja az embereket és lejönnek. Milyen kapcsolatban állsz igazából az ELTE-vel? Ugye tavaly is találkoztunk itt már a Budaörsi Napok alkalmával, akkor ugye koncerteztetek, most pedig ugye szólóba jöttél, tehát visszatérő vendég vagy nálunk. Mesélj egy kicsit erről, Peti, kérlek. Abszolút, és nem csak ezért vagyok visszatérő vendég, mert hogy koncerteztünk a Budaörsi Napokon, hanem ő az ELTE-re jártam előkészítőre egyetem előtt. Hát végülis nem vettek fel az ELTE-re, én a Pázmán jártam aztán, de azt gondolom, hogy nagyon klassz élmény volt ez az egy év, amikor mondjuk babysitterkedtem, meg szuvenír voltoztam, és mellette pedig az ELTE-n koptattam a padot. De van egy jó sztorim egyébként, ezzel kapcsolatban, ha elmesélhetem, hogy az első előkészítőn az egyik srác, akkor a baromságot mondtam szerinte a bemutatkozásnál, hogy ő úgy döntött, hogy ő akkor nem magyar szakra fog jönni, hanem inkább átmegy a filmes szakra, ami egyen lejjebb van a előkészítő, és egyébként most a legfiatalabb és az egyik legjobb producer lett a filmes szakmában, úgyhogy ezt kicsit magamnak érzem az ő sikerét. Volt szó itt a popkultúráról az egész előadás alatt, miről szól számotokra a popzene? Szerintem egy kicsit megfordult a világ, és a popzene most nem egy ilyen trendkövetés, vagy ilyen börtönbe zárt pacsirta, hanem pont a popzene most a szabadságról szól, az, hogy legyen karaktere a dolognak, hogy mutasd meg, hogy te ki vagy, hogy mi az, ami benned lappang, amit eddig nem mondtál ki. És szerintem ez fontos. Igenis, kellenek olyan pop-pedalodok és pop-csapatok, akik másról beszélnek és reflektálnak a világra. Ugye az ELTE-re jártál te is, van-e valami meghatározó élményed, emléked, ami ide fűz téged? Igen, én az ELTE angol-olasz szakára jártam, egészen sokáig, 6 évet húztam le az ELTE-n. Komolyan a versírással mikor kezdtél el foglalkozni? Azt hiszem, hogy a versírással már 10 éve foglalkozom, csak tudod, ez egy ilyen hosszabb folyamat, tehát amíg az ember így gyengébbeket ír, aztán egyre talán jobbakat, és akkor elküldi folyóiratoknak, akkor azok publikálják, akkor összeáll egy kötet, szóval ez egy hosszú-hosszú folyamat. És most leginkább a Mész című kötetedről volt szó. Hogy képzeljük el, miről lesz itt pontosan szó? Igen, hát a Mész ez nem egy vidám olvasmány, hanem egy kicsit egy ilyen gyászmunka ihlette anyag, és akik szeretik a nyelvet, és szeretnek a nyelvvel játszani, és belebonyolódni mindenféle ilyen képi logikai játékokba, azok remélem, hogy élvezni fogják.